waszym materiału. Tą skalę na stronie było hogyan lehet ezt mérni és grafikailag ábrázolni, és mindjárt majd a ti kapcsolatotokat is el fogjuk ezen helyezni. Dakle, ovdje možete da vidite kako se to može na neki način meriti i imat ćete mogućnost i vašu vezu nekako dakle tu da stavite i da pronađete gdje se ona nalazi. Boldog pároknál, ami nagyon jól működik, ono što dobro funkcioniše kod dobrih parova, az a következő. U sljedeći stvari. Nagyon közel érezzük magunkat egymáshoz, mondja a boldog párok 98%-a. 98% szerencsés párova tvrdi, ili daje pozitívan odgovor na tvrdnju, jako se dobro, veoma se dobro osjećamo, osjećamo se veoma bliskim jedan drugome. A boldogtalan pároknak csak 27%-a mondja ezt. Dok samo 27% nesrećnih brakova dakle, potvrđuje ovu tvrdnju. Az együttlét nagyon fontos számunkra. Zajedništvo ili provođenje zajedno vremena je veoma važno za nas. Mondja a boldog párok 88%. 88% srećnih párova. És 25% csak a boldogtalan párok közül. Tvrdi to, a samo 25% nesrećnih párova. Segítséget kérünk egymástól. Imamo običaj, da tražimo pomoć jedan od drugoga. Együtt akarunk dolgokat tenni, ezért teljesen természetes, hogy támogatjuk, segítjük egymást. Akkor zsegyünk zájna, dakle, da delujemo, szászim jön otthon, de én a zsugók podržavom, mi podupirem. 96%-a 96%, dakle, szrecsnyik párova tvrdító, a 40% nesrecsnyik. Könnyen gondolkodunk és teszünk együtt dolgokat. Lako razmišljamo, i lako dolazimo do zajedničkih ideja i zajedničkih aktivnosti. 86% nastan 28. És végül nagyon élvezzük, ha együtt tölthetjük a szabadidőnket. I posljednje, jako uživamo, kada imamo priliku, da zajedno provedemo slobodno vreme. 97-43. 97 nastan 43. A rugalmasság területén. Na oblasti, dakle, flexibilnosti. Kreatívan kezeljük a különbözőségeinket. Naše različitosti, rukovodimo našim različitostima na kreativan način. 78% mondja ezt a boldog párok közül. 78% szerencsés párova dala a izjavu. Még csak 55% a boldogtalanok közül. Nesrecsnyik. A legtöbb döntést közösen hozzuk meg. Najveći broj odluka donosimo zajedno. 54-33. 54% nastan 33. Mindketten képesek és hajlandók vagyunk változásra, ha ez szükséges. Obavezno spremni na promene, ako su one neophodne. 64-42. 64, nastan 42%. Rugalmas életformát élünk. Živimo egy flexibilni način života. 59-38. 59%, nastan 38. És ha problémáink vannak, készek vagyunk kompromisszumot kötni. I ako postoje problémi, među nama spremni smo sklopiti kompromiss. 68-42. Nastan 47. Hogy megértsétek ezt az egész rendszert, elmondok két példát. Dehát, hogy ovo rozumeli, ja rečit ću vam samo dva primera. Nyissátok ki a munkaanyagotokat a 17. oldalon. Otvorite, dakle, ovaj vaš materijal na 17. stránc. És itt látjátok a fontos megnevezéseket. Itt úgy, hogy dakle, imati tácsno određene ove odrednice. Két tengely van ennek a diagramnak. Ovaj diagram ima, dakle, dve ose. Az egyik az a közelség. Jedna je blizina, bliskosz. A másik a rugalmasság. A druga je flexibilnosz. Mind a két tengely két szélsőség között mozog. Ove osze se kreću između dve krajnosti. Az egyik a közelségnél, amikor egyáltalán nem kötődnek egymáshoz. Jedno je recimo kod bliskosti, kada ne postoji povezanost između partnera. A másik, amikor olyan szélsőségesen kötődnek, hogy már levegőt se kapnak egymáshoz. A drugo, da su toliko pretjerano vezani jedan za drugom, da prosto ne mogu da dišu jedan od drugog. Ez történik ezen a síkon. To je ono što se dešava na ovoj osi. Itt pedig a rugalmatlantól. A ovde, dakle, kod flexibilnosti, od totálno neflexibilnog stanja. Akkor mindennek merev szabálya van. Kada za sve postoji određeno pravilo, koje strogo i rigidno. Rigid, igen. A másik szélsőség az pedig a káosz. I druga krajnost je ovaj opšti haos. Amikor mindenki azt csinál, amit akar, nincs szabály, nincs rend. Kada svako radi ono što misli, i ne postoji nikakva pravila, nikakav red.
Ez a pár, akiket most megnézünk, ők egy fiatal pár, akik már egy ideje együtt járnak, és most eldöntik, hogy össze akarnak házasodni. Pár, o kojem ću vam sada dakle govoriti, je jedan mladi pár, koji jedno vreme dakle se već zabavljaju i odlučili su da će stupiti u brak. Ők most itt vannak. Oni se nalaze sada u ovoj tačci. Ez nektek mit mond? Tačka 1, zabavljanje. Šta ona vama govori? Hol vannak ők most? Gde su oni sada? Erős kötődés. Jako su vezani, vezanost je jaka. Ez teljesen érthető, hát szerelmesek fülig egymásba. To je i razumljivo, zato što su duše zaljubljeni. Az egész világ rózsaszín. I sve im je ljubičasto. És erősen rugalmas. I jako su fleksibilni. Drágám, a csillagokat is lehozom neked az életbe. Ako treba, skinuću ti zvezde sa neba. Bármit megteszek érte. Bilo šta ću učiniti za tebe sa neba. A világ másik végére akarsz költözni? Megyek vele! Ako se odcelim a drugi deo sveta, idem ja sa tobom. Bármit megteszek érte. Učiniću sve za tebe. Nagyon rugalmasak. Jako su fleksibilni. Amikor összeházasodnak, kada oni stupe u brak, és friss házasok lesznek, ez a friss egy kicsit változik. I kada budu bili sveži bračni partneri, ova slika će se pomalo promeniti. Mi történt? Šta se dogodilo? Hol vannak most? Gde su oni sada? Vezani. Previše su vezani. A rugalmasság csökkent egy kicsit, látjátok ide egy ellenérdeset? Látjátok, hogy szívén malo smányila. Miért? Opalán zásod. Azért csökkent, mert a közös életet most már meg kell szervezni. Ona je opala zbog toga, što taj zajednički život više ne može da bude proizvoljan, on od sada mora da bude organizovan. Szabályokat kell létrehozni. I treba, dakle, doneti određena pravila. Ki csinálja meg az ágyat? Ko će napraviti krevet? Ki fog mosogatni? Ko će prati suđe? Ki viszi ki a szemet? Ko će izneti smeće? És hasonló szabályokat kell megalkotni. Druga pravila. Mi történik a közelség területén? A šta se događa na osi bliskosti? Szélsőségesen kötődnek, tehát innen átmentek ide. Oni su preskočili nekoliko stepenica i sad su radikalno vezani, znači previše vezani. Ami hát azért az esküvő után még érthető. Što je razumljivo, dakle, nakon venčanja. Túl vannak ezen a hatalmas szertartáson, ceremónián. Túl veliku ceremóniu. Sok vendég, a gyönyörű ruha, a finom torta. Dakle, sve su to već prošli. Még mindig ott vannak a képek a szekrényen kirakva. Slike poređene, dakle, na ormanjima. A rózsaszín még rózsaszínűbb lett. I ono što je ljubičasto postale i još ljubičastije. Mondjuk 2-3 év eltelik. Recimo, sad je prošlo 2 godine. Šta se sad dogodilo? A közelség bliskost innen ide ment, ugye? Je preskočila opet koju stepenicu. Miért? Zašto? Hát mert most már jönnek a normális mindennapok. Zato što sad već dolazi normál svakodnevnica. Most már a férj el tudja képzelni azt, hogy egyedül el vagy a barátaival mondjuk pecázni. Sad već muž može i da zamisli i može i da uradi to, da sa svojim prijateljima ode na pecanje. A feleség elmegy a barátnőivel a horgoló klubba. I može i žena sebi zavisno priušti da sa prijateljicama ode, dakle, u klub vezilja. Már nem kell mindig mindenhova együtt menni. Sad više ne moraju svugde i uvek ići jedan sa drugim. Látjátok, ez teljesen normális, ez a közép. Dakle, to je ta sasvim normalna uravnotežena sredina. Ez egy ideális helyzet. To je idealno stanje. Mi történt a rugalmassággal? Šta se dogodilo sa fleksibilnošću? Lecsökkent még jobban, ugye innen indult, innen indult, ide nem, most már itt tart. És már nem csak azt kell megbeszélni, hogy ki viszi ki a szemetet. Szerintem is ne treba dogovárati, hogy számol, hogy toga kocsi izneti smeće. Már azt is meg kell beszélni, hogy hogy osztjuk be a pénzünket. Vez treba da se dogovorimo i kod toga, kako ćemo raspodeliti naš novac. Miből fizetjük a lakbért. Iz čega ćemo plaćati stanarinu. Az autóhitelt. Iz čega ćemo kredit za auto. És még szigorúbb szabályokat kell hozni. Moramo još strože pravila da donesem. Történik egy változás. Megszületik az első. I kada se događa jedna promjena, a ta promjena se zove dete. Nagy telefájátom, I sve ovo što se do sada događalo, treba se zaboraviti. Mi történik közelség terén? Šta se događa na polju biskusti? Távolodnak egymástól, most már kevés kötődés. I stepen vezanost je nizak. Van a feleség és a baba. Znači, sa jedne strane su supruga i beba.
És van a férj. És a druge strane muž. Én már nem is vagyok itt fontos. Ja više vam nisam važan. Az én szükségleteimmel már senki nem törődik. De a mai partimán nikon el adi računa. Az esték már csak abból állnak, hogy a gyerek körül forgolódunk. I naše večeri se svode na to, da vodimo računa o našoj bebi. És hát, az én szükségleteimmel nem törődik se. I a mai partimán više nikon el adi računa. Aztán a rugalmasság területén. A na oszi flexibilnosti. Akik eddig hát már nem voltak túl rugalmasak, most egyből nagyon rugalmasak lesznek. Minden szabály a feje tetejére. Az egész lakást át kell rendezni. Éjszaka föl kell ébredni. Hajnalban. Ha kell, akkor vasárnap megyünk orvoshoz, mert a halál a bajon van. Nincs törvény, nincs szabály. Eltelik néhány év, és a gyerek már úgy 4 éves formává válik. I sad prođe nekoliko godina i dete sad već ima nekako 4 godina. Sulu felilegeznek. Onda roditelji počinju polako da odahnu. Most már nem minden a gyerek körül forog. Sad se više ne vrti sve oko deteta. A lakást vissza lehet rendezni. Ponovo može da se preuredi i vrati na staro cijela kuća. Néha már a férj szükségleteire is figyelnek. Ponekad se sad već obraća pažnje i na muževljive potrebe. És a gyereket már néha le lehet adni a nagyszülőknek is egy hétvégére, hogy a pár kettesben maradhasson. A dete sad već može nekako da se ostavi na čuvanje baki i dedi, na primer za vikend, kako bi par mogao da provodi vreme zajedno. Mi történik közelség terén? Šta se događa na polju bliskosti? Normális állapot áll be a kötődésben is, és a rugalmasságban is. Dolazi do jednog normalnog stanja i na osi bliskosti i na osi fleksibilnosti. Ahogyan az életciklusok változnak, úgy mi is mozgunk végig ezen a diagramon. Kako se dakle ciklusi životni menjaju, tako se i mi krećemo po ovom diagramu. Az a fontos, hogy lehetőleg mindenütt a fehér részen belül maradjunk. Važno je da ukoliko moguće ostanemo u ovom belom delu. Mert hogyha túl sokat időzünk valamelyik szélsőségben, valamelyik satírozott részben. Igen, akkor previše vremena provodimo na ovim krajnjim delovima, znači kod izrazito i preterano fleksibilnog i nefleksibilnog, preterano vezanog. Akkor ott elveszítjük az egyensúlyt. Onda ćemo izgubiti ravnotežu. Mondok egy másik példát. Evo is jedan drugi primer. Ez a Greenberg családdal történt meg Amerikában 2001. szeptember 11-én. Ovo se dogodilo 2001. godine, szeptember 11-én, szeptember 11-től. Amikor az Iker torony összedőlt. Da, kade bil. Harry Greenberg az egyik toronyban dolgozott. Dakle, Harry rádió jednom od onih kula, koji su visušene. Annak a napnak a reggelén ez a család itt volt. I tog jutra, tog dana, porodica se nalazila na tom mestu. Harry akkor már 26 éve volt házas, és 3 felnőtt gyerek apja. Harry tada već bio 26 godina u braku i bio otac troje dece. Hol vannak ők most? Gde su oni sada? Kötődés. Vezanost. Kevés kötődés. Malo vezanost. Már mindenki írja maga életét. Svako sada živi svoj život. Rugalmasság. Flexibilnost. Ez egy rugalmas család, mindenkinek megvan a dolga, tudják, mit kell csinálni, és úgy működik. Összedől a két torony. I tada dolazi dakle do rušenja kula. Még aznap ez a család egyből oda kerül. Porodica prelazi na sasvim jednu drugu teritoriju. Senki nem tudja, mi történt Henryvel. Niko ne zna šta se dogodilo sa Henryem. Nem tudják, hogy él vagy meghalt. Ne znaju da li je živ ili mrtav. Mi történik? Šta se dešava? Hova módosult ez a család? Hova változott? Odakle, gde je sad završila ta porodica? Szélsőséges kötődés. U preterane vezanosti. Összejön az egész rokonság. Cijela rodbina se okupila. Mindenki összetart. Svi su. Testvérek, nagybácsik, nagyszülők, mindenki ott van a Grimberg család házában. Svi roditelji i ostali rođaci se nalaze u njihovoj porodičnoj kući. És mindenki azzal törődik, hogy
Illetve Henryvel. És svi su zabrinuti, brinu zbog toga šta se dogodilo sa Henryjem. Rugalmasság. Flexibilnost. Mindent felrúgnak. Sve ostalo im nije važno. Nem fontos a munka, nem fontos a bélyeggyűjtés, semmi. Ništa nije važno. Minden važni. Csak arra hegyeződik ki, hogy mentsük meg Henryt. Svi su skoncentrisani na to, kako da spasu Henryja. Ez még az nap, 11. Dakle, to je 11. A következő napokban dana, ez a család ide zuhan le. Ova porodica se, dakle, pala. Pomerila se. Ugyanis meg kell szervezni Henry keresését. Jer treba nekako organizovati potragu za Henryjem. Szabályok kellenek. Treba da postoje pravila. Meg kell egyezni, hogy te a tűzoltóságnál keresed, te abban a kórházban, te abban a kórházban. Treba se dobro organizovati i reći ko će gde da pokuša da traži informaciju. Te végigolvasod a halottak listáját a polgármesteri hivatalban. Ko će otići da pročita listu umrlih. És minden fél órában jelentést teszünk egymásnak. És svaki pola sata, dakle se daju izjave jedan drugom, koje ćete uradi. Káosz megszűnik, és nagyon pontosan le kell szabályozni a dolgot. Dakle, káosz tu prestaje, i treba se igrati po tačno određenim pravilima. Tehát kevéssé rugalmas lesz, de még mindig nagyon erős a kötődés. Malo je fleksibilno, ali još uvijek jaka vezanost. A harmadik napon trećega dana rátalálnak egy kórházban kisebb sérülésekkel és amnéziával. Su pronašli Henryja, koji je imao dakle manje povrede, ali istovremeno imao i amneziju. Mi történik? Šta se događa? A szélsőséges kötődés mindjárt lecsökken. Dakle, ta pretjerana vezanost se smanjuje. Erős kötődésbe megy át. I prelazi dakle u jaku vezanost. A rokonok hazautaznak. Rodbina odlazi, putuje svako svoje kući. De azért naposta még kétszer telefonálnak. Ali ipak još nekoliko puta nazovu da se raspitaju. És az élet kezd megint egy szerveződni. I život počinje ponovo da se organizuje. Az egészséges változásoknál ez mindig az órajárásnak megfelelően zajlik egy családi életében. Kod zdravih promena u jednom porodičnom životu, ovi ciklusi se uvek dešavaju u pravcu skazerke na satu. Vannak esetek, amikor eléri a szélsőséges mezőket, a satírozott részeket. Ali ima slučajeva kada, dakle, pojedinci dospu, dakle, u ove ivične delove, koji su, dakle, preterani i radikalni. Ez még nem baj, a baj az, hogyha benne ragadnak. To još i nije problem, ako se zadese tamo, ali problem, ako ostane tam. Most szeretnék egy lehetőséget adni arra, hogy felmérjétek a ti saját helyzeteteket, hogy hol van a ti kapcsolatotok. Da vi lično, dakle, izmerite svoje stanje, gde se vaša veza nalazi. Ez egy kicsit bonyolult volt, úgyhogy megállok, hogy valakinek van-e kérdése. Most nem volt bíró malka komplikálva, tehát hogy csak zászlati ima, csak te maga úgy nézve azt mondtad, hogy tenni akkor nem estem ilyen bíró jasna. Értitek ezt a diagramot? Nem rezumete. A vagy diagram? Rezumete. Oké?